Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, és meghallgatjátok az előadásomat. Ahogy a felvezetőben elhangzott, a nevem Erdei Boglárka, és a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárában dolgozom. Az előadásom címe, mint látjátok, ősnövények titkai. És hát itt szeretnék a Fulbright ösztöndíjas időszakomról egy kis ízelítőt adni, hogy mit is csináltam én 4 hónapig a Floridai Természettudományi Múzeumban, Gainesville-ben. És hát azért megragadnám az alkalmat, és hát a munkahelyemről, a múzeumról is szeretnék egy pár szót szólni. Ezt azért is tartom fontosnak, mert nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy az emberek nem tudják, hogy mi mit csinálunk a múzeumban. Nagyon sokan azt kérdezik tőlem, hogy hát ti ott egész nap tologatjátok a fiókokat, meg pakoljátok a köveket egyikből a másikba. Hát természetesen nem. Úgyhogy erről majd szeretnék még egy néhány szót szólni. Tehát a múzeumban természettudományos gyűjtemények találhatók a Természettudományi Múzeumban. Ezek a természettudományos gyűjtemények nagyon fontosak, mert ezek az élővilág és az élettelen világnak is az archívumai. Ezekhez tudunk visszanyúlni a későbbiekben, számos kutatásban van jelentőségük. És most egy kicsit néhány érdekes képet mutatnék nektek. Ezzel is érzékeltetve, hogy ilyen élvezetes eredménnyel is járhatnak a kutatásaink. Természetesen egy kis fantáziával együttesen. Itt egy tájképet láthattok, körülbelül 150 millió évvel ezelőtt. Egy stegosaurus sétál, egy Benetites, ez egy nyitvatermő, kihalt nyitvatermő, egy Benetites mezőn. Ezek a képek egyébként a Colorado állambeli Denveri Természettudományi Múzeum falait ékesítik. Óriásiak, tehát olyan falméretű, több méteres festményeket képzeljetek el. Tehát tulajdonképpen a kutatásaink során mi növény maradványok alapján sok esetben, persze nem mindig, tehát ezt hangsúlyoznom kell, hogy sok esetben tudunk következtetni arra, hogy milyen lehetett a növényvilág azon az adott helyszínen vagy lelőhelyen, mit képzelhetünk el, sőt sokszor még a tájképre is tudunk következtetni. Egy másik képet mutatnék, ez egy kicsit idősebb, körülbelül 200 millió éves zsúrló bozótos, és egy karbon, tehát 300 millió évre tehető korpafű, fatermetű korpafűerdő, ezek a szigilláriák. Egyébként nem ezekről fogok beszélni, csak szerettem volna ezt érzékeltetni, hogy azért nem annyira száraz ez a téma, mint ahogy először látszik. Most a Természettudományi Múzeumról szeretnék szólni, mint kutatóhelyről. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a múzeum nem egyenlő a kiállítással. Ezt sokan tévesen így képzelik, hogy a múzeum az ugye az a kiállítás, amit látunk. A múzeumban óriási, hatalmas gyűjtemények, természettudományos gyűjtemények találhatók. Például a növénytárban, az én munkahelyemen közel 2 millió példány tárolunk. Ezek nagy része herbárium anyag, illetve az ősnövénygyűjtemény is még ide tartozik. Ez körülbelül 40 ezer példány. Több mint 30 országból származnak ezek a leletek, és a legidősebb a kora devonból 400 millió évestől egészen a pár százezer évesig megtalálható. Tehát ennek az óriási gyűjtemény természetesen kezelni kell, feldolgozni, és fenntartani, illetve gyarapítani. Ez a gyűjteménykezelők munkája, én is egy ilyen gyűjteménykezelő vagyok az ősnövény gyűjteményben. Tehát az én feladatom a gyűjteménynek a karbantartása és gyarapítása. Ennek egy nagyon fontos része a feldolgozás. Tehát amikor valamilyen maradvány a kezünkbe kerül, begyűjtjük, akkor azt fel kell dolgozni. Ez jelent dokumentációt és kutatást.
A dokumentáció azt jelenti, amikor én ezt a bizonyos maradványt hát szárazon szóval beleltározom, tehát valamit írok rá, hogy ez mi is tulajdonképpen honnan származik. Azonban ahhoz, hogy én ezt be tudjam leltározni, feltétlenül kutatás szükséges, ugyanis a mi esetünkben nincs egy katalógus, amit felütünk a 100. oldalon, és meghatározzuk a maradványainkat. Ez sokszor hosszadalmas kutatómunkát igényel. Az elődökről hagyj szóljak egy pár szót, tehát nem most kezdődött a magyar ősnövény kutatás. Az első a nemzetközi viszonylatban is elismert, sőt az első ősnövény kutatók között egy magyart is tisztelhetünk, Kovács Gyulát. Az ő munkájából mutatom ezt a szép litográf nyomatot. Ez egyébként a Zempléni hegységből erdőbényéről származó flórának a képét mutatja. És a másik úriember pedig Báró Andrászki Gábor, aki szintén nemzetközileg elismert ősnövénykutató volt a 20. század második felében, az 50-es, 60-as években dolgozott, kutatott. És hát természetesen a gyűjtemény gyarapítása gyűjtés nélkül nem képzelhető el. Itt néhány életképet mutatok be. Gyűjtünk egyszer, lehetséges ez természetesebb helyeken, tehát például egy útbevágásban, illetve egy bányában. És néhány ősnövényt is itt szeretnék nektek bemutatni, amelyek mind Magyarországról származnak, magyarországi lelőhelyekről. Egyet kiemelnék, mégpedig itt, ezt lehet, hogy fel is ismerik sokan közületek. Gondolom, sokan tudjátok, hogy mi az a ginkó, a páfrányfenyőt ismeritek. Hát ez a növény Magyarországon is előfordult, ez a példánya Dunántúlról került elő, körülbelül 5 millió éves. Hogyan is vizsgáljuk ezeket a növénymaradványokat? Ez változatos, attól függően, hogy milyen megtartású, milyen típusú maradványunk van. Legtöbbször egyébként levelek kerülnek elő, és ezeket leginkább természetesen makroszkópos módszerekkel vizsgálhatjuk, hogy ránézünk, milyen jellemzőkkel rendelkezik, illetve mikroszkópos módszerekkel, hogyha megfelelő a megtartása. Fény és elektronmikroszkóp a leggyakoribb. Magok, termések már ritkábban kerülnek elő, és itt jó esetben, tehát hogyha szerencsések vagyunk, és három dimenzióban megmaradt a termés vagy a mag, akkor akár olyan orvosi diagnosztikában használatos módszereket is használhatunk, mint a CT, a komputertomográf. Természetesen ez egy drága vizsgálat, úgyhogy ezt kizárólag akkor alkalmazzuk, amikor nem szeretnénk roncsolni ezt a maradványt. Szár és törzs maradványok is kerülnek elő, amelyekből leggyakrabban csiszolatok készülnek, és ezeket is mikroszkópos módszerekkel lehet vizsgálni. Illetve végül még a spóra és pollen maradványokat említeném, amit szintén mikroszkópos módszerekkel vizsgálhatunk. És akkor egy pár példát hagy hozzak a saját kutatásaimból. Nem tudom, hát elég fiatalok vagytok, úgyhogy nem biztos, hogy emlékeztek erre a felfedezésre. Ez 7 évvel ezelőtt Bükkábrányban, tehát 2007 nyarán fedezték fel a Bükkábrányi lignit bányában ezt a csodálatos fatörzs együttest. Tulajdonképpen egy erdő részletről van szó. És nem tudom, hogy mennyire látjátok, elég kicsi a kép, de ezek a törzsek óriásiak, bár a mostani állapotukból is látszik, hogy eredetileg hatalmasak lehettek, átmérőjük ilyen 2-3 méter is lehetett. 15 darab fatörzs került itt elő, mégpedig úgy, hogy a bányászok, amikor a szén fedőrétegről letakarították a kb. 50-60 méteres fedő réteget, akkor vették észre, hogy itt vannak ezek a fatörzsek. Sajnos a letakarításnak is köszönhető, hogy addig
ugye konzerválta őket ez a hatalmas fedőréteg és a megfelelő nedvességtartalom, anoxikus, tehát oxigénmentes körülmények. Ahogy ezek kikerültek a levegőre, elkezdtek szétszáradni és hát károsodni, gomba ő megtámadta őket. Sajnos ezeket a fatörzseket már ilyen állapotban nem láthatjuk, de azt megemlíteném, hogy 5 fatörzset sikerült a Bükki Nemzeti Parknak elszállítani a Ipoly-Tarnócra, és ott megtekinthető akármikor, hát reméljük még sokáig. Az Ipoly-Tarnóci látogatóközpontban, a lábnyomos bemutató parkban. Ezekből a fatörzsekből mintákat vettünk 2007-ben, és a vizsgálatok alapján, tehát itt látszik, hogy milyen szépen megmaradt a fatest része. Itt a farésznek a mikroszkópos felvétele látható, és egy német kollégánk útmutatása, illetve segítségével megállapítottuk, hogy ezek a fatörzsek egy valamikori hát mocsárciplussal rokon nemzetséget képviselnek. Mégpedig ennek a neve Glyptostrobus, ez a tudományos neve, Glyptostrobus. Néhány további képet mutatnék. Itt van a egyetlen ma élő faja a Glyptostrobusnak, tehát körülbelül ilyen lehetett ez a, lehettek ezek a fák, csak sokkal nagyobbak. És alátámasztandó ezeket az eredményeket, számos egyéb maradvány is előkerült, például tobozok, amelyek szintén a Glyptostrobus nemzetséget bizonyítják, magok is kerültek elő, és leveles ágak. Itt például egy kis levél látható, egy pikkely levél, úgynevezett kupresszoid típusú levél. És hát sajnos most nem biztos, hogy annyira jól látszik, de a nyíl mutatja a gázcsere nyílásoknak a övét, örvét. Itt két oldalt a levélem. Ez egyébként egy fluoreszcens mikroszkópos felvétel. És ez pedig már Amerika délkeleti részén, Floridában készült ez a felvétel. Azért mutatom, mert körülbelül így képzelhetjük el ezt a bükkábrányi erdő részletet. Ugyanezek nem gliptostróbuszok, hát ez taxódium, és nem ehhez tartoztak a bükkábrányi maradványok, de habitusra körülbelül így képzelhetjük el őket. És akkor hagyj beszéljek egy másik témáról, ami hát számomra a legkedvesebb, és igazából ez kötődik az amerikai tartózkodásomhoz is. Tehát én 4 hónapot töltöttem a Floridai Természettudományi Múzeumban Gainesville-ben, később pedig még 1 évet a Miami-ban a Montgomery Botanical Center botanikus kertjében. És igazából mindkét tanulmányutam során a cikászokkal, ezen a nagyon izgalmas növény csoporttal foglalkoztam, modern és fosszilis példányokkal. Egyébként, ahogy említettem, ez egy nagyon izgalmas növénycsoport, mindjárt elmondom, hogy miért is. Először is annyit megegyeznék, hogy pár szót mondjak róla, mert biztos, hogy nem ismeritek, a legtöbben nem tudják, hogy mik azok a cikászok. Pálmákhoz nagyon hasonlók, és sokszor össze is keverik őket a pálmákkal, mivel hasonló üstökszerű levélzetet, levélkoronát viselnek. Azonban nagyon nagy különbség, hogy amíg a pálmák azok zárva termők, tehát náluk a termés kialakult, a cikászok nyitva termők, mégpedig igen primitív, legprimitívebbnek tartott nyitva termők, náluk nincs még termés, csak a magot találjuk meg. Fatermetőek lehetnek, akár 18-20 métert is elérhet a magasságuk, és ami érdekes még, hogy szigorúan kétlakiak, ez azt jelenti, hogy külön hím és nőnemű egyedek találhatók közöttük. 340 fajukat ismerjük, modern fajukat ismerjük, és ezek elsősorban, illetve szinte kizárólag trópusi, szubtrópusi területeken élnek. Néhány képet mutatok, még ezek Kínában élő cikászok. Itt ez a háttérben ez az elágazó törzsű példány is cikász, és ezek elől ezek a kisebbek is
illetve itt ez a nagy, valószínűleg az egyik legnagyobb ismert példány. Ez a dia mutatja az elterjedésüket, tehát nagyjából a ráktérítő és a baktérítő közötti területen találjuk meg őket, Amerika, Afrika, Ausztrália és Ázsia trópusi, szubtrópusi területein. Még annyit hozzátennék, hogy ugyan viszonylag sok fajuk van, azonban ezeknek gyakorlatilag hát szinte mindegyik faja veszélyeztetett. Vannak olyan fajok, amelyeket egy néhány tucat példány alapján írtak le. Sőt, hogy egy példát mutassak, ez talán a világ legveszélyeztetettebb növényfaja lehet. Ez az Encephalartus woodii, mivel ennek egyetlen egy hímnemű példánya ismert. Az alapján írták le egyébként a fajt. És ennek az egy egyednek a klónjai találhatók meg botanikus kertekben, és mint ahogy én szerencsés voltam, egy ilyen kis törzset találkoztam a Montgomery botanikus kertben. És hát felmerülhetne a kérdés, hogy miért éppen a cikászok, miért azokkal foglalkozom én Magyarországon, miközben ezek a növények ugye távoli trópusi területeken fordulnak elő, és elég messzire el kell utazni ahhoz, hogy lássunk egy példányt, egy élő példányt. Hát azért foglalkozok velük, mert hogy ezek előfordultak Magyarország területén is. Egészen a miocénig, körülbelül 15 millió évvel ezelőttig találkozhattunk volna ezekkel a cikászokkal. Európában és Magyarország területén is elterjedtek lehettek. A korábbi becslésekhez képest valószínűleg jóval nagyobb szerepük volt az európai és a hazai flórákban az elmúlt 60 millió évben. És egy másik érdekesség, hogy persze lehet, hogy ti még ezzel nem foglalkoztatok, de nagyon sokszor, mint élő kövületet emlegetik a cikászokat, és lehet, hogy ez megkérdőjelezhető, ugyanis a modern, mai formák nem hasonlítanak a hajdani ősi mezozoikumi, tehát a földtörténeti középkor formáihoz. Úgy tűnik, hogy evolúciójuk újraértékelésére van szükség. Ez a kis kép egy törökországi példányt mutat. Azért is szeretném ezt mutatni, mert számomra itt kezdődött a nevezzük cikász kalandnak. Törökországban gyűjtöttem egy bányában, a Soma nevű bányában a múzeumunk számára, és akkor botlottam ezekbe az érdekes példányokba, amelyekről ki is derült, hogy cikászokat képviselnek, és egyetlen modern cikász csoporttal sem azonosíthatók, tehát egy kihalt nemzetséget képviselnek. Ez itt egy scanning elektroszkópos felvétel, és fluoreszcens mikroszkópos felvételek is láthatók. Egyébként ezek az epidermis struktúráját, a gázcserenyílásukat mutatják. Tulajdonképpen az ösztöndíj, a Fulbright program lehetővé tette, hogy olyan gyűjteményeket is láthassak, amiről korábban csak álmodtam, hogy léteznek. Hát így például a Smithsonian intézet gyűjteményéből tanulmányozhattam példányokat, flórákat, amelyeket itt mutatok a diámon is. Ezeket hát majdnem 100 éve gyűjtötték Alaszka és Kalifornia eocén rétegeiből. Tehát nem tévedek, Alaszkában előfordultak cikászok, sőt pálmák is az eocénban. Tehát körülbelül 40 millió évvel ezelőtt még ilyen trópusi, szubtrópusi jellegű növények fordultak elő. Ezekről is egyébként kiderült a vizsgálataim alapján, hogy egyetlen ma élő formához sem hasonlíthatók. Ezek a epidermis struktúra részletei, itt láthatók a gázcserenyílások, és ezek a szép zöld fluoreszkáló felvételek, ezek fluoreszcens mikroszkóppal készültek. Ez a dia, ez angol nyelven van, amint látjátok, egy konferencia előadásomnak a nyitó diája. Ezt azért mutatom, mert szeretném ezzel azt érzékeltetni, hogy tulajdonképpen a mai kutatásban
A kutatás csak csapatmunkába, tímmunkába képzelhető el. Tehát sok minden egy kutató számára egyedül nem elérhető. Hát ebben az esetben például, ahol panamai példányokkal foglalkoztam, Panamáról gyűjtött példányokat vizsgáltam, itt volt a együttműködő tagok közül, aki begyűjtötte a, itt a második szerző, begyűjtötte a példányokat, és volt, aki a geológiával kapcsolatos segítséget nyújtotta nekem, illetve más kolléga pedig módszertani segítséget nyújtott bizonyos vizsgálatokhoz. Egyébként itt egy modern nemzetségnek, a zámiának a fosszilis, első fosszilis maradványait sikerült megtalálnunk Panamából, és ezek a modern, ma is Közép-Amerikában, Dél-Amerikában megtalálható fajok. Vannak egészen picikék, mint ez a kis pigmeus zámia, és óriásiak is előfordulnak. És itt a fosszilis anyag, legalábbis egyik részlete. Hát ez nem túlságosan szép, azonban az epidermis struktúra gyönyörűen megőrződött, és ez alapján sikerült azonosítanunk. A közelebbi felvétel, itt láthatók a gázcserenyílások, és ez egy scanning elektron mikroszkópos felvétel. Ezt pedig azért mutatom, valószínűleg nem látszik messziről, de a lényeg ebben a diában az, hogy nem csupán a morfológiánál akadunk el a kutatásaink során, hanem sokszor a matematikára is, a matematikát is segítségül kell hívnunk. Ebben az esetben például a modern zámia fajoknak a epidermis struktúráját, tehát sejt szerkezetét hasonlítottuk össze több változó statisztikai módszerekkel, a fosszilis anyaggal. És sikerült is arra a következtetésre jutnunk, itt található ez a kis zöld háromszög, hogy a legnagyobb hasonlóságot a karibi térség fajaival mutatta a fosszilis anyagunk. És néhány kép a munkahelyemről. Ez a Montgomery botanikus kert, szép kis tóval, illetve több tó is található a kertben, saját krokodillal, és hát itt én dolgozok a cikászok között, ez itt a kisfiam, és hát mögötte, ő méretaránynak jó is, egy afrikai faj, ami egyébként elárulom, hogy 40 éves körülbelül ez a növény, és életében az első tobozt most fejlesztette. Egy nőnemű növény egyébként. További képek, ez is egy, hát egy tájkép a botanikus kertből, különböző cikászokkal a világ minden részéről. Itt egy szép elágazó törzsű cikász. Hát ilyen környezet található a kertben, ez a vendégház, itt hátul pedig a laboratórium. Még egy kis életkép, ez a krokodilos tó. Itt nem volt veszélyes egyébként a krokodil, mert inkább megijedt, tehát vadászni kellett rá, hogy lássuk. És itt a háttérben pedig a irodai épület, ahol én is dolgoztam. Ez pedig a botanikus kert stábja, akikkel együtt dolgoztam. Egy másik kép, ez már a Gainesville-i, a Floridai Természettudományi Múzeum Gainesville-i központja. A paleobotanikai részleg, itt vannak a munkaszobák, itt dolgoztam, a labor, és hát minden héten egy úgynevezett meetinget tartottunk, ahol mindenki beszámolt a munkájáról. És ez a kis csapat a Gainesville-i múzeumi kutatócsapat. És a Fulbright-ról még szólnék, a Fulbright programról egy pár szót. Hát Magyarország a Fulbright programhoz már a 70-es években csatlakozott, de a Magyarországi Fulbright Bizottság az a 92-ben alakult meg. És ennek a programnak az a célja, hogy javítsa, elősegítse a magyar-amerikai kapcsolatokat, mégpedig úgy, hogy szakembereket cserél. Tehát magyar szakemberek mennek ki az USA-ba tapasztalatokat gyűjteni, és ugyanakkor az USA-ból is jönnek hozzánk szakemberek. Ez bármely tudomány területen vagy művészeti ágban lehetséges egyébként, és hát pályázhatnak oktatók, kutatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók.
Ugyan ti még most nem tartotok ott, mert középiskolába jártok, de gondolom, hogy sokan mennek majd egyetemre, és hát ezt feltétlenül tudom javasolni, hogy ha már eljutottatok egy pár év után, mindenképpen gondoljatok rá, hogy van egy ilyen lehetőség, mert ez nagyszerű tapasztalatgyűjtésre, és hát az ember látókörét nagymértékben kiszélesíti. És néhány, ugye Florida aligátorok nélkül nem lehetséges, rengeteg aligátor volt. Gainesville-ben még a buszmegállóban is előfordult aligátor. De ezek nem voltak veszélyesek egyébként. És annyit mondanék még, hogy az előbb nem tévedtem, tehát az krokodil volt, ami a botanikus kertben található, Miami-ban. Az amerikai krokodil egy veszélyeztetett faj, szemben az aligátorral, amiből most már rengeteg van. És hát elég könnyen meg lehet őket különböztetni. Az aligátornak nem látszik ki az alsó fogsora, csak a felső. Itt mint látszik. Ez már az Everglades mocsarakból, tehát ez Floridának egészen a déli részéről fényképeztem. És még egy utolsó kép, hogy a növényekhez hű maradjak. Ez is egy jellegzetes kép Floridából. Ezek nem moszatok, nem mohák, nem zuzmók, hanem ez egy zárva termő egyébként, ami lóg a fákról. Tillandziának hívják, és a bromélia félékhez tartozik. És ez egy nagyon jellegzetes képet ad a Floridának, mindenhol láthatók ezek a csodálatos lógó szakállak. És köszönöm szépen a figyelmeteket!